A videót a notebook.hu támogatta. Na szevasztok srácok, itt vagyunk a Forma 1 2019-2020-as szezonjának, ami igazából még ugye sajnálatos módon el sem indult. Most már nálunk a fantasy szezonban a második futamunkon, Petsikkel, szevasz Petsik. Hello, szevasztok, így van srácok, itt vagyunk a 2020-as idényben. Már megint belepofázik ez a köcsök, pöcsöm Jeff, de ne foglalkozzatok vele. Az a lényeg, hogy itt vagyunk Bahreinben, amit tudjuk sajnos nem rendeznek meg, viszont úgy gondoltuk, hogy mi attól függetlenül lenyomjuk ezeket a futamokat. Ugye Aston Martin Red Bull Racinggel vagyunk, és így hát increase downforce természetesen, és az időmérő fog következni mostan. Ugye? Absolutely! Mellettünk, gondolom nálad is, megint pofázik nálam is. Köszönöm. Jó, igen, tehát igen. Nálam jobbra mellettem látható a tabella, szerintem nálad is ott lesz. Igen. Nagyon kerestek minket rajta. Ne, az előző futam sajnos nem sikerült túl jól, viszont itt ez most én pozitív vagyok, hogy pont szerzéssel fog zárulni a csapat részére mindenféleképpen. Tehát nem tudom, meglátjuk, nem akarok belemenni semmibe, szerintem ez a pálya ez jó, ez a Bahrein ez jó, most vagyok rajta én először, de nekem ez tetszik, még egyszer megnézem azért, hogy jót állítottam be, így van, increase downforce, 7 kg üzemanyaggal jövök, és akkor go to track, igazából az időnk az ilyen 1.33? 1.31 az már, tényleg, az időmérés az 1.31-es idő, meglátjuk, hogy mennyi leszünk a közelében, kíváncsi leszek. Érdekes a pálya, izgalmas lesz. Próbálunk pontokat szerezni, mert... most cseszem el a kivezetőt. Tehát próbálunk pontokat szerezni, mert az előző futam az tényleg nagyon rosszul sikerült. De itt lesz opciónk szerintem, ez a pálya, ez mindkettőnknek bejövő, és vannak bukóterek, nem úgy, mint Melbourne-ben, úgyhogy hát meglátjuk. Így van. Nézzük a gyors köröket. Yeah! Na, kedves Istvánom, én mindjárt megkezdem a gyorsamat. Jó! Én még nem, én még most a körnek a felénél, hajrá! Jó! Közcsike! Nyomom neki, mint a disznaja. Aztán, hogy ebből mi lesz, az egy jó kérdés, azért nem olyan könnyű szerintem a pálya. Főleg, ha egy körön akarsz jót hozni. Igen. Nekem tetszik. Egyelőre nem rossz nekem se, hogy nekem az idő. Jaj, az de jó. Jaj, eddig is maxon volt, Jenny. Jó van. Na most kezdtem meg én is. 1.32 Gasly. Köszönöm. Köcsik ez a kanyar, srácok. Igen. Az. Na nézzük. 1.31.3 az első időm. 1.31.5.5.5. 1.31.5.5.5. Ez két tized. Igen. Zseni. Az jó. Közel vagyunk egymáshoz megint. Igen. Hála Istennek egyébként, ugye nem gyakorlunk külön-külön a játékkal. Igen, de ugyanannyi, nagyjából ugyanannyi a skill, amit összedünk, igen. Tehát én direkt nem próbálok nélküled sem menni, mert az a jó, hogy nagyjából, jó, hát nyilván te azért konzisztensebben mész, mint én, de attól függetlenül, hogy az idők azok általában nagyjából egyeznek, legalább az időmérőn. Aztán persze aznak jobb a technikája a verseny közben. Hát ehhez a... Hát mondjuk azért szerintem nem mindig. De, tehát mivel nézel futamokat is, tehát sokkal több minden tisztában vagy. Ja, az igaz. Ajjajajajaj, el ne dobd. Csöndbe legyél.
Mémítom magam. Jó, köszi. Na, hát megnézzük akkor az István körét. Most kezdtem. Na nézzük, srácok! Mindig elcsesz ilyenkor, hogyha belebeszélek. Most ne így legyen, kívánom neki. De általában mindig ez van. Igen, az első... Kis ambíciózus. Igen, aztán nagyon kockásan kezdi. Ledurrant mindent. Láthatnék kamerát, de ebből jobban néz ki. De parancsolj. Az is. Nem baj, az még jó tud lenni. Oké, kettőt vissza, pük-pük. Kicsit lassú. De nem rossz, az képest, hogy nézem. Ezt nem szabad elfékezni. Jó, az még. Hello! Megyek leparkolni. Igen, ez, gyerünk. Jó, az megvan. Az szép volt. Jó volt eddig. Nem olyan rossz, kíváncsi vagyok, hogy ebből tud-e javítani. Ha így megy tovább, akkor szerintem tud. Talán sokat a négyest kellett volna. Oh, mi volt ez? Nem tudom. Na gyerünk. Ust a rohadt teget. Sajnos nagyon sokat hibázik most. Javítás még meg lehet? Azt mondjuk nem tudom, mert ő látja ugye a deltáját, én meg nem. Nem látom. Ó! Az sok! Nem vette el a körét. Elvette? Persze. És mennyi volt a deltád? Mennyit javítottál? Ó, nagyon végig piros volt, az utolsó végén volt két, vagy nem tudom, egy ilyen maximum egy század. Aha, tehát, hogy nagyon kevés. Szar volt, mert próbáltam később fékezni mindenhol, aztán... Láttam. Túl késői féktávok voltak végig, úgyhogy elengedtem a dolgot. Jó lesz a második hely igazából, alapból is az volt, hogy tényleg mindegy a gumi is, teljesen mindegy, aztán valami... 5-6 százalékos a kapottsága, vagy nem tudom. Hát mondjuk meglátjuk, kíváncsi leszek. Nézzük meg a versenyt. Igen, hát... Még várja, még van, hogy 1.42, lehet, hogy még megelőznek minket. Hát most az van, hogy nem fognak szerintem, mert 4 tizedre van még mindig tőlem Fettel. De hol van Hamilton? Úgy... Mit keres a 8. helyen? Nem tudom egyébként. Azt tudom, hogy azt hiszem a McLarennek nagyon jó helyen vannak egyébként a tabellán, úgy emlékszem az előző versenyről. Igen. Itt most nagyon ők sincsenek sehol. Érdekes lesz. Pontot kell szerezni. Muszáj. 1 perc van hátra. Szerintem ez 1-2. Muszáj mindkettőnknek is, mert fúha. Hát igen. Nyugodtan kell, nagyon nyugodtan kell most versenyezni, muszáj. Főleg annál a rohadt hosszan eljutott esbe, ott nagyon. Figyelj, sokkal előbb kell fékezni mindenki más, minden kanyarba, mert utána utol lehet őket érni, de hogyha ott nekik otszanunk, vége. Szóval, hogyha... Taktik, nekem azt írja, hogy a 6. körbe kell kimennem. Ugyanezt. Jó, meglátjuk majd, úgyis érezni. De majd azt úgy is kommunikáljuk, persze. Yeah. Car setup. Jó, ez parkfermé van. Szóval, hogyha meg akarnak előzni, akkor hadd előzzenek. Na, egy teszt rajt. Figyelj. Jó, szar volt. Ja, én nem próbáltam versenyesen. Ja, nekem volt szar. Jó. Szóval hadd előzzenek meg, próbáld tartani a pozíciódat kis gázokkal, ja. Mert annyira könnyű itt megforogni, mint az állat. Az biztos. Szurkolok, kedves István. Hát én is magunknak, mert... Kell a pont. Ha ezt most valamilyen csoda folytán be tudjuk hozni 1-2-re, akkor az a tabella éle szerintem. Hát, most így nem tudom megmondani, de... Én nagyjából biztos vagyok benne. De az biztos, mondjuk, hogy... Nem biztos, de az biztos, hogy felkerülünk rá. Tehát, hogy... Igen. Értelmszerűen, úgyhogy... De vigyázni kell nagyon, mert nehogy aztán kirúgjon itt minket a Red Bull, hogyha nem... Igen. Természetesen hoppá, most... Hoppá, tesókám. Igen. Mit nem hozzuk a pontokat, hallod? Igen, ez így nagyon kellemetlen lenne már nekem.
kirúgnak minket, azt mehetünk a Williamsbe. Azt mondták, 5 futam alatt kell hoznunk eredményeket, hogy kibasznak minket a picsába. Ennyire nem volt ilyet senki amúgy. De. Ja, akkor én nem voltam azon a meetingen, beteg hát voltam éppen. Igen. Nem voltál. Ettem, éppen ettem. Az ebédlőben voltál. Igen. Valamilyen úton, módon. A cateringgel foglalkoztam, majdnem neked mentem, köszönöm szépen. Jó. Jó, be vagyunk melegítve, István. Igen. Mármint, hogy a... Értitek? Értem én, nem. Hú. Nem kell ez a nagyon vicces dolog. Na! Hú, nekem fáj a csuklom. Hát, sok edzés. Pontosan. Pontosan. Fú, basszus, tesi. Igen. Let's get it, pápén. Fókusz. Ja. Gönci Gáborral. Azaz. Nagy poénjaim vannak ma, vigyázz. Hatalmas, hallod, orbitális. Sziporkázol. Na hajrá. Hajrá. Azt a mindenit. Jó. Jó. Igen. Jó, nehéz a kocsi. Aha, nincs gond. Nincsen. Fúha, igen, nagyon. Igen. Vigyázz, mert összetákolom a mezőnyt. Jó. De autós volt, Skodás! Puff, nyugi. Igen. Ott is vagy a harmadik helyen. Itt nem szabad, jaj, nem szabad, igen. Nem szabad elveszteni a fejemet. Inkább maradj le. Igen, azt csinálom pontosan. Nagyon jó. Türelmesen csinálom. Ez lesz igaz így. Vagy a cél egyenes. Igen. Már értem, hogy ez lesz igazi stratégia, hogyha ja. Türelmesen csinálom. Kicsit kimegyek szélárnyékból, hogy neked könnyebb most. Jön is utánam. Nehogy azt hitt, hogy könny, igen. Dick! Ne! Jó, hát most én voltam. Ez nem volt túl szép. Nem baj. Nem büntettek! Mi a szar? Addig ne hát foglalkozz vele. Ez van, így van, így van, nem érdekel. Na viszont akkor most már viszem a seggemet innen, mert... Srácok, nálunk nincsen izé, csapat sorrend, tehát szabad előzni, megmondták. Ja. Ha amiatt, hogy egymást előzgetjük és azért esünk ki, akkor egy jó futamot láttok, ennyi. Az biztos. Nem fogunk azért elengedni, mert így gyorsabb legyél. Így van. Ez a büdös nagy helyzet, hogy az István mindjárt DRS távolságon belül van. Ne aggódj emiatt. Tudod, olyan hibátlan a védekezésed rajtam, hogy teljesen mindegy az. Még csak röhögsz rajta. Nem nagyon menjél ki a szélázni. Mocsok, te! Opa! Nagyon jó, hibázz csak. Azt a függetlenül majdnem én is eldobtam. Csak hogy így meglegyen az izgalom.
Hoppá. Eljött az a pont a verseny, hogy nem szabad padlót nyomni minél előbb, mert forrók a gumik. Vagy kopnak. Ja. Jó, de szar volt. Ez a kanyar, te ez... Paszki! Ezt nem tudom kihasználni! Jaj, nehéz a kocsi. Jó, nyugi. Rohadt életbe! Hoppá! Majdnem megtréfáltalak. Nem, közébe se voltam. Koncentrál a fiú. Jó van. Van egy cipant a DRS. Mindegy. Jó, tröhögsz. Valóban jönnek mögöttünk! Ez a baj, tesó, ezzel a taktikával amúgy! Milyen taktikával? Hát azzal, hogy nem engedjük el egymást. Nem engedjük el egymást, legalább egyszer. Jönnek! Egyszer jó, versenyezzünk. Jó. Jó legyen. Jó. Mindig magunkat szopatjuk csak meg ezzel. Mindjárt felgyorsulok, kell egy kis idő. Aha, láttam. Na most felgyorsítok. Közben negyedik kör van, néztek ki először? Hogy legyen? Nekem még nem kell. Hát de hatodik körbe van a window. Menj csak nyugodtan. Jó. Majd szólj azért. Jó. A hatodikba kimegyek akkor. Van DRS-ed? Nincs már. És jól leszakadtál. Bolckodtál csak eddig. Nem, csak kicsit feltekertem a motor. Ja. De rossz. A kövi körbe kimegyek. Jó. És ha van DRS. Mondtam szólok, vagy nem tudom. Ilyen, mennyi nem szólnak egymás között? Ja, nem. De ám, hogy tudják, mert a mérnökök mondják. Ez nem segítség igazából.
Azt a kurva! Baszd meg! Aha, jó van, menjél. Jó. Elvég hagytam helyet. Persze. Már nincs gond. Jaj. Ezzel most sokat fogunk veszteni, srácok. Mivel? De legalább nem lesz. Mivel? Beszélj nekem is, hogy mi van. Majd mondom. Jó, mert én nem értek ehhez. Hülye vagyok ehhez. Hát te nem veszítesz semmit. Ja. Csak tudod azzal, hogy én most kimaradtam. Jaha, hát a... ja. De nem baj, nem, én szeretem a kihívásokat, nem akarok első helyen menni, azt ennyi. Jó. Nekem ezzel nincs gond. Jó, bazen most be a forgalomba. Azaz. Na ott vigyázzál nagyon magadra. Ja. Mert mindenki megy ki előled, úgyhogy úgy nézd. Azért legyél nyugodt. Ja. Meg akkor ebben a körben megyek ki. Fú, de nincs gumim, bassza meg. Ebben a körben már kimész. Jaja. Jó az. Nem tudom, van a DRS, de minek? Nincs előttem senki. Na gyerünk! Uff! Jaj, de jó volt a kijövetel. Aha. Hova mentél ki? Még nem tudom. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Mi az? Pont kijöttél elém. Vagy jött. Az te voltál, ja te voltál tényleg, jaj, de jó vagyok. Jó. Bottas még kim van. De... Igen. Azt a rohadt. Nagyon hidegek a gumik, baszki. Igen. Vágom. Hú, ez a kanyar nekem geci. Ez... Már elnézést kérek a mocskos szám miatt. Nem tudok olyan embert, aki szereti ezt a kanyart. Pilóták tudja, szeretik amúgy. Már kihívás. Ja, hát úgy nem élőben tudom. Lehet jó. Igen. Korait fékeztem, mi van velem? Megesik. Jó, kim van Bottas? Vissza az 1-2-re! Uda jön mögöttem Hülkenberg, baszki. Az nem jó. Nem. Bazd meg! Ha! Oh. Úristen! Pillanatra gondolkodok el máson! Nem szabad. Nem. A téledben Hülkenberg megelőzött.
Hú, bazzeg, az nem jó. Nem, meg rohadt gyors. Ja. Van négy kör, négy kör! Hajrá! Srácok. Igen. Akcióban vagy. Gondolom. Hülkenberget próbálod meg csípni? Jó, hajrá. Köszi. Ne. Nem hiszem el. Nagyon nehéz. A taktika lehet, hogy felborított kicsit minket, mi? Nem baj. Az ideket én akkor átbízom amúgy, hogy te mondd meg, hogy mi legyen, mert én nem... Ne, jó volt ez így, jó volt ez így. Jó, csak azért mondom el. Azt akarom, hogy te szopjál mindig, vagy hogy ezzel. Jó! Anyádat! Életem skilljei voltak ezek most, srácok. Nem tudom, mi a szar történt. Nem láttam nyilván. Majd a tükörből biztos látszódott a felvétel, nem tudom, mi történt. Jó, visszaállok, mert kicsit szétesek.
baszki! Szép vagy, Isti. Próbálom tartani a tempót. Nagyjából sikerül is. Két kör, kettő maradt. Ne! Ó! Oh! Megbokrosodik az autó. Na látjátok, ezért nem rakjuk lejjebb már az AI-t. Mert van olyan versenypálya, ahol ilyen jellegűen tudunk haladni. Tehát a pályától függ mindig, srácok. Hogy mennyire érezzük a pályát. Ezért nem is akarunk állítgatni rajta. Ez most ilyen mindig kiszámítatlan jellegű. Na elmész a faszomba, de tényleg. Ezt láttam, hogy nekem jött, hallod? Aha. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix too soon. Túl lesz fékezve. Utsó kör, utsó kör! This is your final lap of the race. Cseszlimen, srácok. Még gondolkodok ilyeneken? Maradj csöndbe. Igen. Mizu? Nem mondok se. Rohadt életbe. Nem hiszem el. Kifogyott a benzin, baszki. Mi? Nem úgy, hanem nem tudom, nem tudtam már előzni rá, mert vissza kell tennem standardre. Rohadt életbe. Mi a baj? Szép volt, Isti, gratulálok. Hát így 1-3, de... Nem lett ja, meg de hülyek ember. Három, azért, hogy neked is megvan a három. Szép jó, volt. Atya Isten, az szép. Első... Jó, idén nyilvánvaló. Ott a két magyar zászló. Ezt megnézzük, ott van! Ott van, baby! Ott van az. Ott van. Szép volt, srácok. István. Nézzétek meg, srácok, ezt jól alaposan. Nem fogjátok ezt sokszor látni. Jó, ott van a pezsgő. El, mert... Így van, zene, meg izé, jó. Igen. Szép volt, nézném, István. Annyira szép nézném, volt. Csak a jobb védelem. Köszönöm Atya szépen, Pecsi. Legközelebb ezt a... Tehát ezt át kell variálni. Nem volt. Szerintem azt kellett volna csinálni, hogy meg, amikor megelőztelek, tudod, akkor azt kellett volna, hogy te mész ki. Akkor kellett volna, kimenjél, szerintem. De neked, nem, de nekem nem volt, kellett nem volt. Szerintem azzal nem volt gond, csak utána meg tudott előzni Hülkenberg, mert mögéd jöttem vissza. Csak nem volt meg a tempom. Más a gumi, ja, más ja, volt ja, nekem. Vágom. Nem szoktam. Ja, vágom. De ez vágom, nagyon vágom. Szép volt, Atyaisten. Srácok, mellettünk most itt a tabella. Hát nyilván először az eredmények, de láthatjátok a tabellát.
igen, ott vagyunk most már rajta végre, hogy hol, azt már ti látjátok, mi még nem. Most fogjuk csak összeírni. Nagyon szép volt István. Tiéd az első győzelem ebben a szezonban. Igen, meg a leggyorsabb kör is, hál' Istennek. A leggyorsabb kör, plusz egy pont, bam. Így van, skrá! Fú, srácok, izgalmas volt. Nekem izgalmas volt. Nekem is, ó, szerintem majd nálam, amit látnak a nézők. Atya azaz, Isten, azaz. Láttak. Fú, jó volt. Na hát srácok, innen folytatjuk. Nálunk meg fog tartódni a kínai igen, az egész nagy szezon. Díj is. Van, tehát, hogy van. Azt is fogjátok nálunk látni. Úgyhogy találkozunk majd a következőben. Köszi Isti, hogy itt voltál, szerintem baromi jó volt. Nagyon jó volt.